Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Dúró Dóra képviselőasszonynak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, család, oktatás, egészségügy, ifjúság, gyermek, sport. Olyan szavakat említettem, amelyek nem szerepelnek sem a minisztériumok nevében, sem az erről szóló előterjesztésben. Önök egy olyan kormányzati struktúrát fognak felállítani a néhány óra múlva következő szavazáson, amelyben nem kap még említés szintjén sem szerepet a család. Eddig családügyi minisztere volt Magyarországnak, mert önök, amikor kinevezték Novák Katalint erre a pozícióra, azzal érveltek, hogy szükség van arra, hogy egy miniszter képviselje a kormányban a családokat. Most már még egy minisztérium nevében sem említik meg a családügyet. Pedig, ha valami kihívás egyáltalán Magyarország számára, akkor éppen most, amikor Orbán Viktor 2010 óta kormányzása során először csökkenő termékenységi adatok láttak napvilágot, különösen nagy kihívás lenne, hogy a családdal az eddiginél is sokkal hangsúlyosabban foglalkozzanak. Mert a technológia, az innováció, a beruházás, az bezzeg szerepel a minisztériumok nevében, azzal bezzeg foglalkoznak majd 5-6 tárcában is, de a családdal, az ifjúsággal, a gyermekekkel, az egészségügyel, az oktatással nem fogják mindezt megtenni. 10 éve nem esett vissza Magyarországon a termékenység, és tudják, hogy mikor történt meg ez? Éppen idén januárban, és éppen a Közgazdaságtudományi Társaság egy kutatója hívta fel a figyelmet arra, hogy a koronavírus elleni oltások számának megugrása a születések számának drasztikus visszaesését eredményezte 9 hónapos eltolódással. Mondhatnánk azt, hogy a Covid-járvány beköszönte után visszaesett a termékenység. Valóban egy átmeneti megtorpanás volt Magyarországon is a termékenység növekedésében, de maga a járvány nem okozott visszaesést a termékenységben. Az oltások tömegessé válását követő 9 hónappal, az elmúlt 20 évben nem látott visszaesés következett be a születésszámban. Az idén januári adatok 20%-kal maradnak el az egy évvel ezelőttihez képest, és a termékenységi ráta 1,57-ről 1,55-re esett vissza. És egy ilyen helyzetben terjesztenek be önök egy olyan minisztériumi struktúrát, amelyben azt mondják, hogy nincs szükség többé családügyi miniszterre. Mi az oka ennek? Miért gondolják azt, hogy most már nincsen szükség a családoknak minisztériumi szinten, miniszteri szinten történő képviseletére? És még egy nagyon fontos mentalitásbeli kérdés a családpolitikai javaslatokkal, illetve intézkedésekkel kapcsolatban. Tudom, hogyha válaszolnak majd a felszólalásomra, akkor felsorolják, hogy milyen pozitív változások történtek a családpolitika területén az elmúlt 12 évben, és én ezt nem vitatom. Ugyanakkor önöknek, nekünk, minden egyes magyar parlamenti képviselőnek nem az a feladatunk, hogy hozzunk intézkedéseket, hanem az a feladatunk, hogy ezek hatékonyak legyenek. És hogyha nem elég hatékonyak, akkor vizsgáljuk felül őket, és hozzunk további intézkedéseket, mert ha már kihívásról beszélünk a 21. században Magyarországon és Európában, akkor a demográfiai katasztrófahelyzet, ami 1980 óta tart Magyarországon, na az aztán kihívás. Sokkal fontosabb kihívás, mint a technológia meg az innováció. És ezért nagyon súlyos probléma, hogy önök ezt nem így gondolják, és súlyos probléma, hogy Magyarország miniszterelnöke ezt nem így gondolja. A további átalakítások tekintetében is szükséges feltenni néhány kérdést önöknek. Szeretném tudni, hogy ki az az előterjesztők közül, akinek Pintér Sándorról a közoktatás jutott eszébe. Vagy tovább megyek, ki az, akinek Rogán Antalról a korrupció elleni harc jutott eszébe. Mert az egész minisztériumi struktúrának, az újnak is mondhatjuk, az egyik legnagyobb vesztesei az állami dolgozók. Az állami dolgozókkal önök
rendkívül kegyetlenül bánnak az elmúlt 12 évben. Szinte minden állami ágazatban jellemző a létszámhiány és az alulfizetettség. Nézzük sorra. Az oktatásban a pedagógusok sztrájkolnak, a fizetésük, a munkakörülményeik a megalázó bánásmód miatt. A választási kampány elején került nyilvánosságra egy pedagógusnak, egy kezdő pedagógusnak a levele, amelyben a saját példáján keresztül mutatja be azt, hogy ezeknek az embereknek, akik a gyermekeinkkel naponta 8-10 órát is eltöltenek, milyen körülmények között kell dolgozniuk. Igen, és ez a pedagógus leírta, hogy a hónap végén gyakran előfordul, hogy ő üres rist ebédel, mert másra nincsen pénze, de az is előfordult, hogy a WC-papírt az iskolából vitte haza, hogy legalább az legyen neki otthon. És ezek után, hogy ezek az emberek, akik nap mint nap odaállnak a gyermekeink elé, önök azt mondják, hogy továbbra sem lesz egy oktatási minisztérium, nem lesz egy oktatási miniszter, aki az ő érdekeiket tudja érvényesíteni a kormányban, hanem a saját maguk politikai hatalmi játszmáinak rendelik alá és darabolják fel az oktatási ágazatot, különböző minisztériumokhoz elosztogatva az ezzel kapcsolatos hatásköröket. De mehetünk tovább az ápolók helyzetére. Elképesztő létszámhiány van az egészségügyben is. Egy év alatt közel 20 ezeren hagyták el az egészségügyet, annyival lett kevesebb dolgozó. A szociális szférában még az egészségügyi bérszínvonalnál is alacsonyabb pénzért dolgoznak, lelkileg rendkívül megterhelő feladatot elvégezve az ebben a szférában dolgozók. A kulturális ágazat, a rendvédelem szintén létszámhiánnyal küzd, a honvédség úgy szintén, és a közigazgatásban dolgozókra is ugyanez a jellemző. És ilyen helyzetben önök mit csinálnak? Nem adnak meg ezeknek az ágazatoknak egy hozzájuk méltó képviseletet, egy hozzájuk méltó kormányzati struktúrát, hanem gyakorlatilag az egészet mindenkit besöpörnek Pintér Sándor keze alá, ő majd fogja tudni kezelni hatalmi szóval ezeket az ágazatokat. De ennél ténylegesen már csak egy súlyosabb kérdés van, ez pedig Rogán Antal személye, és az, hogy az összes polgári titkosszolgálat hozzá fog kerülni. És itt nem csak a letelepedési kötvénybiznisz az, ami miatt ez aggályos. Lehet, hogy a miniszterelnök azt gondolja, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr. Minden esetre azért ilyen jó kilátásaink nincsenek, hogyha arra gondolunk, hogy Rogán Antal lesz itt a teljhatalmú ura a titkos szolgálatoknak. Mert egészen pontosan mi történik? Mire tesznek önök javaslatot? Például a Nemzeti Védelmi Szolgálat is kutakodott Sadl ügyben. Abban a Sadl ügyben, amely az önök igazságügyi államtitkárát, volt igazságügyi államtitkára ellen is vádemelést eredményező nyomozást folytatott le, és Rogán Antal kabinetfőnökének az érintettségét is nyilvánosságra hozta. Tehát mit csinálnak önök? Azt a szolgálatot, amely Rogán Antal kabinetfőnökét érintetnek látja, érintetnek találta a végrehajtó maffiával kapcsolatos bűnszervezetben, ezt a szolgálatot beteszik Rogán Antal alá. Hát az ember esze megáll. Ez egészen elképesztő. Ez mutatja, hogy itt semmiféle szakmaiságra, semmiféle elkötelezettségre nem lehet számítani, színtisztán és vegytisztán politikai irányítás alá fogják rendelni az összes állami, összes polgári szakszolgálatot, és egyáltalán nem az a fontos önöknek, hogy ezek jól végezzék a dolgukat, hanem az, hogy a miniszterelnök fent tudja tartani azt a hatalmi helyzetet, ami kiegyensúlyozottságot eredményez, például a hat gazdasági miniszter, vagy Rogán Antal személye és Pintér Sándor személye között. Tehát nem az történik, hogy megnézik, hogy mik azok a kihívások, lásd demográfia, lásd egészségügy, lásd oktatás, amelyekre választ kellene adni a 21. században, hanem megnézik, hogy milyen emberek erősek a Fideszben, milyen emberek erősek a kormányzatban, és hozzájuk gombhoz a kabátot elven osztják ki ezeket a feladatköröket. És amire pedig nincs emberük, nincsen szakemberük, gyakorlatilag szinte a teljes állami szférára, az oktatásra, egészségügyre, szociális dolgozókra, azt pedig megkapja Pintér Sándor belügyminiszterként.
Egészen elképesztő logika, egészen elképesztő értékrendi kinyilvánítás, és ezért a Mi Hazánk mozgalom nem tud egy olyan kormányt támogatni, amely ilyen mértékben lefokozza a családot, pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne arra, hogy a termékenységet újra növekedő pályára állítsuk, sőt, nem elég növekedő pályára állítani, hanem meg kellene többszörözni az egy anyára eső gyermekeknek a számát, hogyha egyáltalán Magyarországról szeretnénk beszélni a későbbiekben is. Köszönöm a figyelmet!